Belepte a hó Olaszország középső részét, egyes helyeken 2 méteres hó esett, több út járhatatlanná vált. Norvégiában 4 síelő eltűnt egy lavinaomlásban, a külföldi turistákat nagy erőkkel keresik. Nem tudtak mit kezdeni a reggel leesett vastag hóréteggel a cicák Pescopennattaro városában, Olaszország középső részén, ahol több út járhatatlanná vált a havazás miatt. A lakosokat is meglepte, amikor gépkocsijaikat betemetve találták. Csak néhányan ragadtak lapátot, hogy utat készítsenek a hóban. Buongiorno. Caprakottában is havazásra ébredtek az emberek. Az a legrosszabb, hogy a szél visszafújja az elsöpört havat, mondta egy helyi lakos. Ez a nő pedig arról beszélt, hogy 3 napig havazott, igazi hóvihar volt. Ez a férfi viszont turista is azt mondta, meg akarta nézni a havat, kifejezetten emiatt jött Caprakottába. Nem jutottak túl a meteorológiai állomás ajtaján a hótorlasz miatt ezek a lengyel meteorológusok a liptói havasokban, ahol másfél méteres hó esett. A 3 elhivatott szakember, aki kézzel fogott hozzá a hó eltakarításához, a 4-es fokozatú lavinaveszély ellenére 6 óránként felveszi az adatokat a szabadban. Lavinaomlás után tűnt el 4 síelő Norvégia északi részén. Az erős hóesésben csak nehezen megy a kutatás a finn és svéd turisták után. Hivatalos közlések szerint akár napokba is telhet, mire alaposan átfésülik a területet.